101 éves korában elhunyt Tekes Sándorné Nelli néni, aki 1920 óta élt Pest-Szentlőrincen. 1931-ben szerzett tanítói oklevelet, először a református egyház hitoktatójaként tanított, később az állami lakótelep elemi iskolájában, majd a Gulnerben tanító, 1939-től igazgató helyettes volt. 1945-ben a lőrinci oktatás újjászervezője, tanfelügyelő és tankerületi főigazgató, később minisztériumi előadó. 1950-től 30 éven keresztül a mai Bókai Árpád általános iskolában tanított. Sok generáció emlékszik vissza tisztelettel és örömmel egykori tanítójára. Szakmailag abszolút példamutató volt. Kérdezhettünk tőle akár milyen tekintetben, tehát az alsós témakörben. Ami még nagy erőssége volt a gyerekek nevelésében, a szabadidő eltöltésében, például a kézműves foglalkozásokban nagyon ügyesen hímzett, tudta mutatni ezeket a régi mintákat, erre nagyon emlékszem, és készített a gyerekekkel mindenfélét. Lőrincen már a II. Világháború előtt is részt vett a város közéletében, közismereti és analfabéták képzését szolgáló tanfolyamokat vezetett. A Gulner utca iskolában a környezet és lakóhelyismerethez hiányzó tananyag pótlására kezdte meg a helytörténeti kutatást. Több évtizedes kutatómunkája eredményeként számos cikk, iskolai tanmenet, füzet, kiadvány jelent meg. A kerületi helytörténeti bizottság vezetőjeként 50 és 85 között minden helytörténeti tevékenységben részt vett. A mese, a történeteknek az előadása, az, hogy bármikor, bárhol kértük egy-egy előadásra, az kerek egész volt, azt a megelevenítését a helytörténetnek, azt nem is tudom, hogy valaha tudjuk majd pótolni, amire ő képes volt. Kerületünk helytörténeti gyűjteménye pótolhatatlan anyaggal, legnagyobb részt 1950 előtti fotóanyaggal, képeslapokkal, iratokkal gyarapodott gyűjtő munkája nyomán. Sokunk Nelli néniének temetése február 24-én 2 órakor lesz a lőrinci temetőben.